Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök Hargita magazin című műsorunkat látják, én Németh Zsuzsa vagyok. A mai magazinból megtudhatják, kik érdemelték ki idén az Orbán Balázs díjat, hogyan fotóz Dávid Botond népviseletet, hogyan zajlott Hargita megye tanácsának rendkívüli ülése, és természetesen újabb székely termékekkel ismerkedhetnek meg, ha velünk tartanak. A negyedik mandátumánál tartó Borbély Csaba tanácselnök mellett a következő 4 évben is Bíró Barna Botond udvarhelyszéki, illetve Barti Tihamér gyergyószéki alelnök fog tevékenykedni a Hargita megyei önkormányzat élén, döntött pénteki rendkívüli ülésén a megye képviselőtestülete. Székelyudvarhelyen tartott rendkívüli tanácsülés keretében péntek délután Hargita megye tanácsa a képviselőtestület alelnökeiről, valamint a bizottságok tagjairól döntött. A Hargita Business Center előtt megtartott szabadtéri ülésen több napi rendi pont mellett többek között teljessé vált a testület is. Kiteljesült megyei tanácsnak a vezetése, Bíró Barna Botond és Barti Tihamér személyében Udvarhely és Gyergyó térség is képviseletet kapott az elnökségben, illetve a megyei tanács hivatalát tettük hatékonyabbá, csökkentettünk, illetve átszerveztünk, hogy az új mandátumban eredményesen lehessen dolgozni a kitűzött célok tekintetében. És persze a gyerekvédelmi és felnőtt gondozási programjainkra, a szociális vezérigazgatóság tevékenységére szántunk összeget, pont azért, hogy lehessen kiadni a bért. E tekintetben az országban azon kevés megyék közé tartozunk, akiknek sikerült ezt előteremteni, persze óriási lemondások árán, és bízunk benne, hogy ezeket vissza fogjuk kapni, illetve elfogadtuk a pályázatot, amivel a speciális iskolák számára vásárolunk számítástechnikai eszközöket, és Borszékkal a társulást is megszavazta egyhangulag a tanács, hogy a wellness központot a megyei tanács direkt közreműködésével lehessen befejezni. Az eseményen azok a tanácsosok is letették az esküt, akiket a pártok jelölt listáiról léptettek elő, és azoknak a helyét foglalhatják el, akik valamilyen oknál fogva lemondtak a tanácsosi megbízatásról. Ferenc Salamon Alpár a következő 4 évben is megyei tanácsosként folytathatja elkezdett munkásságát az RMDSZ képviseletében. Én természetesen bizakodó vagyok, mint az előző mandátum elején is. Úgy gondolom, hogy az előző mandátumunk az egy sikeres mandátum volt, legalábbis ami az én területemet illeti, de úgy általában is ezt gondolom, de az én területemről tudom ezt legjobban megítélni. Bizakodó vagyok, látom az mostani tanács összetételét, úgy látom, hogy ahogyan éppen most a teljes kifli programról is beszéltünk, hogy érdeklődés övezi a közoktatásnak a különböző gondjait a megyei tanácsba, és bizakodással tölt el az, hogy a közoktatás például ebben az esetben továbbra is ebben a mandátumban is egy olyan téma lesz, amit önként mondjuk így az önkormányzat fel tud vállalni. A rendkívüli tanácsülésen újabb 4 éves megbízatást szavaztak meg a megyei önkormányzat korábbi alelnökeinek, Bíró Barna Botondnak, illetve Barti Tihamérnek. Mindenki, aki közszerepet vállal, az felelősséget vállal, és én roppant büszke vagyok és hálás vagyok egyrészt az udvarhelyszéki embereknek, akik az RMDSZ-re szavaztak szeptember 27-én, másrészt pedig a megyei tanács testületének tagjainak, hiszen nagy többséget megkaptam az alelnök választáson, többet, mint maga az RMDSZ frakciónak a létszáma, és ez nagy felelősséget is jelent, hiszen a kollégák más politikai színezetbe tisztséget nyert kollégákból is vannak, akik úgy látják, hogy az a munka, amit az elmúlt 4 évben végeztem, az megérdemli azt, hogy biztassanak továbbra is. Úgy látom, hogy egy nehéz időszakban vagyunk, ilyenkor fontos az, hogy a folytonosság megmaradjon, fontos az, hogy a bizalomra építsük a következő éveket, és fontos az, hogy jól együtt tudjunk működni a megyei tanács vezetésében, hiszen mindannyian azért tettük le az esküt, arra esküdtünk fel, hogy a Hargita megyei emberek érdekében megteszünk mindent, amit a törvényes keretek lehetővé tesznek számunkra. Az elmúlt hónapokban egész Gyergyószéken arról beszéltünk, hogy miért fontos, hogy erős képviselete legyen a térségnek a megyei tanácsban is. A választásokkor a lakók azzal bíztak meg, hogy minél nagyobb súllyal vegyünk részt ebben a testületben,
és köszönöm a kollégáknak, hogy megyei tanács alelnöknek választottak. Természetesen nem csak Gyergyószéket fogom képviselni a testületben, hanem az egész megye lakósait. Remélem, hogy miután a hatáskörök elosztódnak, fogunk tudni beszélni arról is, hogy milyen típusú fejlesztésekbe kell közösen gondolkozunk az egész megyébe. Én remélem, hogy egy sikeres munkás 4 év következik. Az immár kiteljesedett 30 tagú testület Hargita megye tanácsa új lendülettel, új tagokkal, de továbbra is kitartó munkával kívánja folytatni elkezdett projektjeit a jelenlegi körülményekhez igazítva majd a hatás, valamint feladatköröket. A csíkszeredai Mikóvárban került sor a 11. Székelyföld napok keretében az Orbán Balázs díj átadásra. Idén a díjat az önkormányzatok Burus Siklódi Botond pedagógusnak, Farkas Árpád író költőnek és Ady István református lelkésznek ítélték. Az Orbán Balázs díjat 2011-ben alapította Hargita Kovászna és Maros megye tanácsa. A legnagyobb székelyről elnevezett díjat azoknak adományozzák a közös történelmi múlt és kultúra révén összetartozó 3 megye képviselői, akik sokat tesznek a közös székelyföldi ügyekért. Az idei díjátadót a csíkszeredai Mikóvárban tartották meg, Hargita megye tanácsa és a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont szervezésében a Magyar Nyelv napján. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke beszédében elmondta, az Orbán Balázs díj célja felhívni a figyelmet azokra, akik utat mutatnak mindannyiunknak. Mai esemény egy fontos esemény volt, és egy szimbolikus esemény is volt, hiszen az Orbán Balázs díjaknak az átadásával megmutattuk és megmutatjuk Székelyföldnek az egységét, azt, hogy a 7 székely szék, ami 3 megyébe összpontosul, Hargita, Kovászna és Maros megyében tud együtt gondolkodni, együtt cselekedni, és szükség van azoknak a példaképeknek, személyiségeknek a felmutatására, akik ebben a sokszínű Székelyföldben az egységet keresik, az egységért dolgoznak, és azért, hogy a székely embereknek kicsit jobb legyen. Kicsit jobb legyen a jövő, kicsit jobb legyen a jelen, és az a legfontosabb, hogy tudjunk úgy jövőt építeni, hogy tudatában vagyunk annak, hogy Székelyföld bármely szegletében, bármely kis településén élnek, vannak, dolgoznak olyan emberek, akik értéket teremtenek az egész székelység és a magyarság számára. Tóth László főkonzul örvendetesnek nevezte, hogy a díjazottak listája évről évre bővül, és a kitüntetett személyek több szakterületet is lefödnek, mindannyian Székelyföldért munkálkodva. Maros megye tanácsának elnöke Péter Ferenc az emberi értékek fontosságáról fogalmazott meg megindító gondolatokat köszöntőjében. Maros megye idén egy olyan személynek ajánlotta fel a kitüntetést, aki nagyon sokat tett a szórvány magyarságért, a mezőségi magyar gyerekek jövőjéért. Ady István, magyar fülpösi református lelkész, a Szivárványház Szórvány Kollégium létrehozója részesült a kitüntetésben, aki családi okok miatt nem tudott jelen lenni az ünnepi eseményen. Kovászna megye díjazottja Farkas Árpád, író-költő, aki kiemelkedő munkássága elismeréséül a József Attila és a Kossuth díj, valamint a napokban kapott Sinkovics Imre emlékezete kitüntetés után immár Székelyföld legrangosabb díját, az Orbán Balázs díjat is magáénak tudhatja. Idén Hargita megye tanácsa Burus Siklódi Botond pedagógusnak, az Apáczai Csere János pedagógus háza leköszönő igazgatójának ítélte a díjat, aki munkája során mindig a lehetőségeket és az azokban gyökerező megoldásokat kereste. Hiszem azt, hogy a székelyföldi együttműködéseknek helye van. Több mint 12 éve ezt a folyamatot elkezdtük, és akár most a vírusos időszakban is nagyon fontos az, hogy tulajdonítsunk jelentőséget a kiemelkedő személyiségeknek. Nagyon fontos az, hogy a vírus időszakában is legyünk büszkék a székelyföldi teljesítményekre. Nekünk Székelyföld az a hely, ahol a jövőt meg kell tervezni, és ehhez a szükséges különböző megoldásokat meg kell találni. Díjazzuk ma mindhárom megyéből azokat a kiemelkedő személyiségeket, akikre felnézünk, akiknek a munkássága példaértékű, és akikre egész Székelyföld büszke lehet. Hargita megyéből Burus Siklódi Botond a díjazott, és azt gondolom, hogy akár a megyei tanács keretében, akár a pedagógus szövetség,
akár az Apáczai Csere János pedagógusok házában kifejtett tevékenysége ahhoz tudott nagyon sok fiatalt hozzásegíteni, hogy itthon maradjanak, becsülettel szakmát tanuljanak, és állják meg a helyüket a nagybetűs életben. Burus Siklódi Botond igazgatása alatt sikerült a pedagógusok házából korszerű, napjaink elvárásainak megfelelő továbbképzési bázis teremtenie, emellett pedig a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségében betöltött tisztségei révén hozzájárult a pedagógusi szakma hitelének, társadalmi megbecsülésének visszaszerzéséhez, a továbbképzési lehetőségek megteremtéséhez, a moldvai magyar oktatási program kidolgozásához és lebonyolításához. Számomra mindenképpen megtiszteltetés, hogy rám gondoltak azok, akik döntöttek az idei díjak kiosztásáról, és azt tudom mondani, hogy én továbbra is szeretném azt a réteget, azt a társadalmi réteget szolgálni, akit eddig is szolgáltam, és ez a pedagógus társadalom. Ők azok, akik a jövő nemzedéke, fejlesztése, fejlődése tekintetében fontosak, számunkra fontosak, nem csak a pedagógusoknak, de elsősorban a szülőknek, vagy pedig akár a diákok szemszögéből nézve is. Csodálatos, hogy ilyen sok színű térségben tud működni az összefogás és az együttműködés, hiszen Székelyföld számunkra múlt, jelen, jövő, minden, ami összeköt. Fogalmazott Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke, a díjátadó moderátora, köszönetet mondva az udvarhelyi vonós együttes tagjainak, hogy előadásukkal emelték az esemény színvonalát. A mézes álom nevet viselő családi vállalkozás 2013 óta rendelkezik Székely termékvédjeggyel. Mézes pogácsákat készítenek korszerű és hagyományos díszítéssel. van védjegyünk, Székely termékvédjegyünk. A Hargita megyei fejlesztési iroda segít a vásárokkal, evel a védjeggyel ki tudják szűrni azt, hogy végül is egy minőséget kell hozzá az asztalra, ahhoz, hogy megengedjék, hogy elérjen. Ez a mézes állom, mézes kalácsosság, ez 1880-tól van nálunk hagyományként, generáción keresztül. Én vagyok a negyedik generáció a családban, aki folytassa ezt a hagyományt. Ez egy hagyományos bobos kemencébe sült mézes kalács, ennek egy másabb, mi egy elektromos kemencébe, vagy egy gázzal fűtött kemencébe készül, ennek megvan a mind a házi kenyérnek, vagy a kültes kalácsnak a mézes kalács íze. Ez a mézes kalács mézzel van édesítve, és ez bele van téve a fűszer alán is, szegfűszeg fahaj, amit mi beleteszünk, amikor összegyújtjuk a tésztát. Az itteni környékbeli termelőktől veszük a mézet. Ez fontos, mert végül is nálunk itt ez a jó méz, ami itten mi is megpróbáltunk máshonnan is mézet beszélni, de az nem talál a mézes kalácsba. Érződik a mézes kalácsba az, amikor ez a virágporoknak az íze. Amikor mi hozzuk a mézet haza, akkor az autóba érződik a jó méznek az illata, hogy érződik, hogy kivantassa magát az a méz. Motiváció az örökké egy új figurát kihozni a mézes kalácsból. Ez nálunk úgy van, hogy havonta csinálunk egy-egy új figurát legalább. Úgyhogy azt tehát meghallgassuk a vevőknek a szándékát, hogy mit akar a vevő megvásárolni, azt ott megpróbáljuk összerajzolni, annak megcsinálni a szaggató matricáját, kidíszíteni úgy, hogy a vevőnek tetszik. Én ezeket a szüleimtől örököltem, ők voltak a mestereim, csak hamar elmentek. Édesanyám volt az, aki édesapám hamarabb elment, és édesanyámtól örököltem át a fogadisztést. Cukrászolt, és én onnan sokat loptam tőle, ahogy ő dolgozott otthon. Mindig elloptam valamit egy kicsit.
kicsi, olyan gyermek voltam, olyan 7-8. Osztályú gyermek, de szomszédoknak tortát díszítettem, igyekeztem mindig valami. Tetszett nekem ez a munka. Szerettem volna a cukrászatnak menni, de komoly, kemény mesterség is. Nem engedték, mert kicsi vékony kislány voltam. És örökké mondták, hogy nem neki dolog. Sokan jönnek turisták, akik jönnek látogatni a vidékre, úgyhogy Kézgyűl, Sarthára vagy a környékre, úgyhogy Kovasz nevegyébe. És akik hallanak rólunk tévébe, rádióba, a múzeumokba, a turisztikai infoirodákba, azok általában megkeresnek. Nekünk a tavaly a 2019-ben 4000-nél több látogatónk volt, aki idejött. Ha be vannak bejelentkezve idejébe, hogy elé vagyunk készülve, úgyhogy megmutassuk a műhelyt, a folyamatot. És hogyha egy csoportoslag jönnek, akkor tudunk aktivitást nyújtani, úgyhogy mézes kalácsot tudnak díszíteni, itt az asztalon szokták csinálni. Úgyhogy volt a tavaly olyan is, hogy egy nap 200 vendégünk volt, 4 autóbusz egymástán állott a kapu előtt, és várták a sorikot, hogy bejöjjenek. Erdély egy gyönyörű nő címmel Dávid Boton székelyudvarhelyi fotográfus kiállítását követhették online az érdeklődők a Megyeháza Galéria kiállítóterméből. Dávid Boton fotográfus, számos sikeres projekt tulajdonosa, a művészi és reklámfotós munkái mellett évek óta nagy elszántsággal és kíváncsisággal fényképezi az erdélyi tájegységek adta látványvilágot, valamint világszerte a különböző nemzetek népviseleteit is, megújítva ezzel a dokumentarista és etnográfiai fotózás hagyományait. Divatfotókat idéző, fiatal hölgyeket ábrázoló megközelítésének célja, hogy a népviselet mint érték vetüljön elénk, ne úgy tekintsünk rá, mint az elmúlt nemzedékek múzeumi emléke, hanem mint a 21. században is vonzó, divatos viselet. Szemléletében a múlt, jelen és jövő szerves egységet alkot. Én alapvetően portréfényképész vagyok, tehát engem az ember érdekelt mindig. Apámtól tanulva, ellesve, gyerekkoromban is elég sokat fényképeztem. Akkor igazán nem tudtam még, hogy mit csinálok. Apámtól ellesve a beállításokat, ezeket mondjuk úgy, hogy tudatlanul is, de viszont még elég jó képeket készítettem. Aztán 96-ban a gyermekem, első gyermekem születésekor, akkor vettem is, akkor egyébként nem foglalkoztam, nem is voltam itthon, nem foglalkoztam fényképezéssel, és akkor vettem tükörreflexes gépet, hogy akkor most már itt van ez a gyermek, akkor legyenek jó képek is. És akkor tulajdonképpen visszahúzódtam, visszarántódtam magába a műfajba, és akkor fényképeztem hát gyerekeket, akkor a szomszédok gyerekeit, aztán ismerősöket, aztán a klienseimet, aztán gyakorlatilag. És akkor alapvetően nekem az ember az a hálás téma, természetet is jár, mindenki azt hiszi, hogy nagyon jó természetfotói vannak, de mégis olyanok vannak, mint másoknak. Na úgyhogy, és akkor ez adta magát, hogy a ruhát, főleg néprajzos körökben lehet látni, hogy ruhát így vagy bábun fényképezik, vagy földre leterítve, vagy hát ne, én inkább meg úgy fényképezem, hogy vegye föl valaki, és ha már valaki fölvette, akkor az nézzen is jó ki benne, és készítsünk olyan képeket is, ahol nem annyira a ruhán van a hangsúly, hanem inkább a viselőn. A tárlat november 25-ig tekinthető meg. Borbój Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, Hargita megye tanácsa és a Megyeháza Galéria Facebook oldalán. Az elmúlt években számos kézműves termék jelent meg a székelyföldi piacon. A termékek jelentős része székely termékvédjeggyel rendelkezik. Egy fiatal, csíkszeredai vállalkozó műhelyét mutatjuk ma be önöknek. Tartottam, hogy a fiatalokat is megszólítsuk műsorunkban, hiszen amellett, hogy
tényleg még felelhetőek a régi népi mesterségek képviselői Székelyföldön. Van egy nagyon erős fiatal közösség, akik szintén fantáziát látnak abban, hogy kézműves termékeket állítsanak elő, és ezzel legyenek jelen a piacon, ilyenek vagytok ti is. Mi volt a ti alapkoncepciótok, amikor elindultatok, és egyáltalán mióta vagytok jelen? Egy olyan 4-5 éve vagyunk jelen, az első alapdolgok a bőr pénztárcákkal kezdődtek, és számomra nagyon fontos az, hogy a népi motívumok megjelenjenek benne, tehát a tulipán formát igyekeztünk beletenni minden termékbe. Úgy látom, hogy azóta azért bővültetek, részben igen. A székelytermék védjegyet is elnyertétek, igen. És most már textíliákkal is dolgoztok. Igen. Igen, textíliákkal is, részben újrahasznosított textilekkel, és részben új textilekkel, mert hát ugyebár a babáknak csinálunk hálózsákokat, azt természetesen új textilből készítjük, viszont az övtáskákhoz nagyon sok újrahasznosított textilt dolgozunk fel. Vannak személyes történetek, igen. Egy-egy anyag mögött is, igen, nem csak olyan. A termék esetében, igen. Hanem már az alapanyag is beszédes lehet. Igen. Mit látsz, hogy mennyire van igény erre a piacon Székelyföldön? Én úgy látom, hogy vannak rétegek, akiket ez nagyon serken. Tehát kimondottan, hogyha meghallják, hogy újrahasznosított alapanyagokból van, akkor még inkább felkelti az érdeklődést. Tehát értékelik az emberek egyre jobban. Említetted, hogy fontos számodra a régi motivum világ használata. Igen. Ez hogyan érhető tetten a termékeiteknél? Hát igyekszünk, ugye, amit mondtam az előbb, belevinni a tulipán motivumot, mert hogy tulipár design a neve az egész vállalkozásnak is. Mivel néphagyománykedvelő családban nőttem fel, nekem ez alap, hogy mindenhol ott legyen az életemben. A táskákon a levélmotívumok, vagy például a pénztárcáknál a forma, az övtáskáknál is ez a kerekített forma mind azt jelképezi. Hogyan dolgoztok itt? Látom, hogy nem egyedül viszed a műhelyt. Igen, van egy kis csapatunk. Sikerült kialakítani a műhelyben a megfelelő alkalmazottakat. Kiszabjuk a nagy bőrt, ugye amikor egy kicsit az asztalt megnagyobbítjuk, kiszabjuk, hogy hány táska jön ki belőle, akkor felzipzározzuk, vannak bizonyos folyamatok, amiket emőket csinál, vannak bizonyos folyamatok, amit Éva néni csinál, van, amit közösen csinálunk, és rákerül a címke, a zipzár, utána összevarrodik az egész. Géppel van. Géppel, igen, kellene speciális varrógépek, mert hát ez nagyon vastag, ez a borjúbőr, úgyhogy akár... Ez borjúbőr? Igen. Aha, hát akkor ti borjúbőrrel dolgoztok. Borjúbőr, kecskebőr. Kiszabjátok, rákerül a cipzár, a varrógépekkel is tovább. Rákerül a címke is, ugye azon azt is itt nyomtatjuk Csíkszeredában, egyik nyomdával készítetjük azért, hogy minden itt amennyire csak lehet helyben. És a címke ragasztódik is, varródik is, hogy még véletlenül se jöjjön le, mert ugye az van legelől, az koszolja az ember legjobban. Utána összevarjuk magát a táskaformát, rákerül a pánt, a csat, és kész a termék. Készen is van a termék. És vannak székelyföldi kézműves vásárok, ott sikerül értékesíteni, vagy az értékesítésben mi az, ami segítség egy ilyen fiatal vállalkozó számára? Hát ezek a vásárok, ezek nagyon nagy segítségünkre voltak, aztán reméljük, hogy még lesznek is. Máskülönben interneten értékesítjük, most készül a webshopunk, mert nagyon nagy az igény arra, hogy az ember otthonról meg tudja vásárolni. Bár én annak voltam a híve, hogy megvan egy bizonyos készlet, kiviszem, és akkor az ember meg tudja fogdosni, megtapogatja, meg tudja szagolni, mert a bőrnek van egy jellegzetes illata, én nagyon-nagyon szeretem. És azt, ha látja az ember, megfogja, akkor már nincs ok arra, hogy később jöjjön visszajelzés, hogy esetleg én más árnyalatot gondoltam el, vagy azt hittem, hogy egy kicsit másabb. Meg a személyes találkozás, igen, és igen. Gondolom fontos számokra. Igen, ez sokkal, sokkal többet jelent, sokkal jobb, viszont hogyha más az igény, akkor alakulunk arra, merre szükséges. Ennyi volt már a Hargita magazin. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. A viszontlátásra!